A 19-20. Század fordulóján kivándorolt másfél millió magyarból sok ezer New Jersey-ben telepedett le, kapott munkát a textiliparban. A paszéki magyar katolikusok és görög katolikusok Zöme Kárpátaljáról érkezett. A görög katolikusok temploma épült meg elsőnek még 1890-ben. 1893-ban a szlovák és magyar katolikusok közösen építettek templomot, majd később az óhaza segítségével a szomszédban ma is látható két tornyot. 1902 végén megalakult az önálló magyar Szent István egyházközség. 110 éve, 1904-ben már fel is szentelték a fillérekből összeadott gyönyörű templomot. A virágzó egyházközség életének azonban gyülekező helyre volt szüksége. A 30-as évek elején a hívek kiásták a templom alatti termet. Mivel ez sem volt elég, ezért 37-ben megépítették ezt a kultúrtermet és egy hatosztályos iskolát, ahol magyarul oktattak a kedves nővérek. 46-ban kezdődött el az angol oktatás az iskolában, 50-ben meg 56-ban érkezett a következő két nagy bevándorlási hullám. A több mint 300 tanuló részére kicsinek bizonyult az iskola. 67-ben bővítették még 6 modern tanteremmel, ebédlővel, tanárival. Ugyanabban az évben indult el a mindennapos magyar iskola Amerikában egyedülállóan. Óriási esemény volt egyházközségünk életében, amikor 74-ben, éppen 40 éve Mindszenty József bíboros hercegprímás urat fogadhattuk körünkben. 74 őszén a püspökség 5 környékbeli templom iskoláját egyesítette. A mi épületünk adott helyt mind a 8 osztálynak. 76-ban megszűnt a mindennapos magyar iskola, és attól kezdve mind a mai napig szombati iskolaként működik. 2008-ban a püspökség által fenntartott egyházi iskola kiköltözött. Az épületet most szeptembertől a várostanügye bérli, ami anyagilag biztosítja fennmaradásokat jelenleg. 2013-14-ben ünnepeltük templomunk 110 évvel ezelőtti építését és felszentelését. Annak a templomnak, mely azóta is oly sok hazájától távolra sodródott magyarnak, a töretlenül otthont és lelki táplálék.